Halló. Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggelt, szervusz. Brückner Gergellyel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Ugye a meghívás annak szólt, hogy a Telexen a jó állam gazdagabbá tesz minket, de a miénk inkább torzítja a gazdaságot címmel írtál arról az Egyensúly Intézeti beszélgetésről, amely az elmúlt napokban viszonylag sok helyen jelent meg. Volt visszhangja, vagy volt visszhangtalan, vagy volt a kettő között a te cikkedet, ahogy ezt a politikai nyelvezetben mondják, üdvözölte az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, akivel minden pénteken, mostanában csütörtökön beszélgetek, Filippov Gábor. Ugyanakkor, amikor üdvözölte, akkor én még nem olvastam a cikket, amikor felkértelek, akkor már olvastam, és aztán vegyes érzelmek voltak bennem, különös tekintettel, hogy ma reggel sikerült meghallgatnom a Klubrádió szombati magazinjának a beszélgetését Gergely Zsófia és Filippov Gábor között, és annak is kicsit egy ilyen csodavárás jellege volt, ez ami sokszor olvastunk már ilyen jelentéseket, de mondja Filippov elvtárs, mikor lesz ebből valóság, ami Gergely Zsófia és Filippov Gábor esetében kevésbé indokolt, mint az én esetemben, hiszen ők, beleértve téged is, sokkal fiatalabbak vagytok nálam. Ugyanakkor most mégsem fosztóképzőkkel szeretném ellátni a beszélgetésünket, az Egyensúly Intézet legutóbbi beszélgetésünkkel kapcsolatban, hanem kezdjük azzal a novummal, amit megemlített Filippov Gábor, nevezetesen, amivel te a cikkedet kezded, hogy végül is nem pusztába kiáltott szó, hogyha valaki javaslattal él a kormányzat felé, lett légyen az bárki, hiszen volt már olyan, amikor ezeket megfogadták. Ezeket nem részletezett, csak egyet-kettőt említesz. Azt kérdezem tőled, hogy ennek, hogy milyen formája van, tehát hogy ki javasolja és milyen módon, és hogy hogy épül be a hazai gazdaságpolitikába, annak van a jelentőség, és hogyha van, akkor ilyen részletesen emlékszel-e ezekre a történetekre, amelyeket te megnevezel, nevezetesen ugye a mondat így szól, legyinthetnénk, hogy ezeknek nincsenek következményei, asztalfiókban maradnak, de valójában nincs így. Pár ilyet most visszanéztem, a 10-15 évvel ezelőtti javaslatokból nagyon sok minden megvalósult, digitális fejlesztések, alacsonyabb személyi jövedelemadó, foglalkoztatás terhelő kulcsok, forgalmi adó irányába elhajló adóbeszedési súlyok. Így van, tehát valójában én azért néztem vissza, mert ahogy készültem a beszélgetésre, akkor eszembe jutott, hogy Orbán Krisztiántól, aki amúgy az évfolyam társam volt, és nagyon régóta ismerem, több ilyennel is találkoztam, valószínűleg nem idézem pontosan a programok neveit, azt hiszem, hogy Kilábalás címmel írt, volt, amikor még a CEMI nevű tanácsadóintézet nevében, és ugye az én visszakeresése annyiban egyszerű volt, hogy én csak azt néztem meg, hogy amikor annó cikket írtam ezekről a 4-5 szakértő által összeállított és lerakott programokról, akkor én miket írtam. És ugye egy kicsit tudálékosan fogalmazva, a matematika tanulmányaim jutnak eszembe, ahol volt ugye a reláció analízisben az a betű, ami azt jelenti, hogy igaz-igaz, nem biztos, hogy van összefüggés, vagy nincs összefüggés. Tehát az biztos, hogy letettek olyan javaslatokat, amelyek később megvalósultak, hogy aztán a politika ezeket tanulmányozta, és azt mondta, hogy ha ő írta, akkor én azt követni fogom, ha ő írta, akkor azt hülyeségnek tartom. Ezt nem tudom, tehát lehet, hogy egyszerűen... Oké, kit tették le, és hova? Hát ugye, amit előbb említettem, én erre emlékszem, hogy például ez a CEMI nevű tanácsadóintézet rakott össze egy ilyen nagyobb anyagot. Jó, de amikor ezek megszületnek, akkor te látod azt a folyamatot, vagy valaha is láttál olyan folyamatot, amikor ez szervül a kormány, bármelyik kormány politikájában, nyilvánvalóan egy konkrét esetben egy kormányról van szó, de maga a szisztéma arról szólna, hogy ez, mint az esővíz a talajvízbe, beszüremlik. Ez hogy van? Láttál valaha ilyen folyamatot konkrétan? Magát a folyamatot egyáltalán nem láttam, hanem arra gondolok, hogy amit láttam az, hogy ilyenek születtek, és amit láttam az, hogy utána előbb vagy utóbb ezekben javasolt intézkedések megszülettek, egészen olyanokig egyébként, hogy vízügydi, ami ugye egy átmeneti és egyáltalán nem sikeres intézkedés volt, de az is például egy ilyen javaslatban olvastam én először. És hát természetesen mondjuk a személyi
adókulcsokra, vagy munkát terhelő kulcsokra gondolunk, akkor hát kettő irány lehet, egy kormányzat ezeket vagy csökkenti, vagy növeli, tehát előbb-utóbb még véletlenszerűen is bekövetkezhet az, hogy egy javaslatban javasolt irányt vesz fel a kormányzat. De azt gondolom, hogy a 10-15 éves, inkább 15-öt mondok, mert azért ezek még bőven ez a 2005-6, amikor egyáltalán nem volt jó a magyar makrogazdaság helyzete, amikor egy viszonylag erős világgazdasági növekedési szakaszba jártunk még ugye 2008-as összeomlás előtt, és mi akkor csináltuk ezeket a két számjegyű rekord méretű hiányokat, és akkor nagyon erősen az volt a javaslat, hogy egy teljesen más hozzáállás kell, egy sokkal inkább ahogy ma mostani az Egyensúlyi Intézet javaslata fogalmazott, tehát hogy a jó dolgokat ne adóztassuk, a rossz dolgokat adóztassuk. Itt elsősorban ugye akkor az volt a probléma, hogy a legális munkáltatásnak voltak nagyon magasak a terhei, és nagyon sokan kikerülték. Oké, el fogunk ide jutni, de azt áruld el nekem, ha rossz a példa, elnézést kérek érte. Most ugye viszonylag kevés néző van stadionokban, így aztán sokkal jobban lehet hallani azt, amit egyébként az edző vagy a játékos társak ordítanak, megvan a maga előnye, hátránya, de amikor sokan vannak, akkor is ordítanak, legfeljebb elvész a többiek ordításában, de ilyenkor kiabálnak, hogy jobbra, balra, rúgd le, gyere ki, gyere vissza. Na most ezeket lehetséges, hogy megfogadják a játékosok, kicsi a valószínűsége, de ha meg is fogadják, abból egyébként egy taktika, egy csapatra nézve nem jön össze. Vagy legalábbis én azt feltételezném. Ugye van egy ilyen kifejezés is, hogy bekiabál a partvonalról, ez ugye a szó átvitt értelmében azt jelenti, hogy hogyan próbál beleszólni abba a játékba, ami a játéktéren zajlik, és ez nem kizárólag a focira vonatkozik. Ez a jelenség mint olyan létezik? Hát sok minden jut eszembe róla, még egy picit a példádnál leragadva, ugye a fociban azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért számít, hogy az edző mit kiabál, mert tényleg van lehetőség ebben. Meghallják. Ha más nem, akkor lecseréli a játékost. Én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikában eltérő. Tehát látunk olyat, amikor elég random, elég gyorsan változnak a gondolatok, hogy most távolabbi példát mondjak, ugye még a 2010 előtti időkben hát viszonylag véletlenszerűnek tűnt, hogy akkor 10 ilyen javaslat, 100 olyan javaslat, irányváltások, előbb említett példa, hogy nyúlunk az egészségükhez, merünk-e nyúlni. Tehát nagyon, nagyon hektikusan változott, akkor kevésbé lehetett valószínűleg ilyen tudatosságot felismerni, de azért sokszor meg azt lehet látni, hogy van tudatosság. Az alapkérdésedre továbbra is azt válaszolom, hogy azt én nem tudom, hogy ez egy ilyen szakpolitikai javaslat, az van-e olyan értő szem, aki ezt végig pásztázza, a pénzügyminiszter, miniszterelnök, nem nagyon hiszem, de hát azért abban mindig lehet bízni, hogyha mondjuk okos emberek okos javaslatokat olvasnak, és azt elkezdik valahogy a fura szóval így ventilálni, mint egy kormányzat munkájába, akkor lehet, hogy abba az irányba megy a gondolkodás. Van, amit az idő hoz el, tehát mondjuk nem tudom, a digitalizációs javaslatokat mindenki leteszi, jó esetben ezek azért hát gyakorlatilag a piac kihívásai mentén is megvalósulnak. Ami sokkal nehezebb, ami olyanokról szól, hogy nagy reform, vagy oktatás, egészségügy, cigánysághoz való társadalmi felzárkóztatás vagy hozzányúlás. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek hát sokkal tudatosabb átfogó politikát igényelnek. Hát ugye ez, én azt gondolom, hogy azt, hogy nem lehet sajnos Magyarországról mondani, hogy egy olyan szintű országprogramot látnánk megvalósulni, mint a Szingapúr, vagy ezek a legjobb példák, északi országok, ahol nagyon tudatosan, nagyon erősen kísérletezve, az oktatásra nagyon fókuszálva át tudtak billenteni egy rosszabb helyzetből, egy jobb helyzetbe egy országot. Ettől függetlenül hát azért gondolom, hogy akinek ez a dolga, az próbálja a felmerülő nemzetközi példákat és hazai javaslatokat megnézni. Nagyon sokszor volt régen az a tapasztalatom, az volt a legrosszabb ilyen élményem, hogy nagyon okos konferenciákat tartottunk, mindenféle csúcs találkozót, legokosabb emberek összegyűltek, a politikus ez mindig eljött, és a maga félórás előadását megtartotta, nem is lehetett vele beszélni, és ő maga sem hallgatott meg semmi más, hiszen sok dolga volt, mindig rohant tovább. Hát ugye ez a egyfelől persze értem, hogy sok dolga van egy politikusnak, másfelől hát ugye így azért
azt is lehetett látni, hogy nem feltétlenül fogja meghallgatni. Jó, én szakember nem vagyok, hogyha egyébként egy politikus egy felvetés után érdemben reagálna, nem biztos, hogy mindent megértenék belőle. De maradjunk egy konkrét eleménél, az Egyensúly Intézet gazdasággal kapcsolatos beszélgetésének. Ugye ez volt, hogy ahogy te írod, ilyen nyíltan talán korábban senki nem ment neki, az állami pénzből történő munkahely teremtő támogatásoknak. A magyar GDP egyik fő komponens, hogy a magyar állam nagy támogatásokkal ide csalogat autóipari beszállítókat, gumigyárakat, akkumulátorgyárakat, ezek a cégek a magas tőkeellátottságukkal, élvonalbeli technológiájukkal jól teljesítenek, sok GDP termelnek, de ebből a magyar gazdaság leginkább annyit profitál, hogy ezek a cégek jó béreket fizetnek a dolgozóiknak, és így tovább, és így tovább. Az a kérdés, hogy egy-egy ilyen felvetés, tehát hogy ezekből összeáll-e egy rendszer, mert én amikor néztem ezt a Zoom konferenciát, beszélgetést, akkor hallottam benne különböző embereket széttartó és nem széttartó szövegekkel, de hogy végül is akkor amiről beszélnek nevezetesen a magyar gazdaságról, az most beteg vagy nem beteg, ha nem beteg, békén kell hagyni, vagy valamivel fejleszteni kell, trágyázni kell a talaját, ha beteg, akkor influenzás, tüdőrákos, vagy pedig elszakadt az inszalagja, és akkor az hogy kell gyógyítani. E tekintetben én nem lettem sokkal okosabb, és ezt próbáltam nem túl udvariatlanul felvetni Filipov Gábornak, szerintem inkább több, mint kevesebb sikerrel. Mármint, hogy jól felvetettem, de vele nem arattam nagy sikert. Én azt gondolom, hogy ha egy órás Zoom beszélgetést megnézünk, abból nem fog összeállni egy minden részletre kiterjedő program, egy gazdasági program. Én is azt gondolom, hogy itt inkább felvillantani lehet olyan irányokat, amelyek talán önmagukban is elgondolkodhatóak vagy értelmesek. Ez például egy erősebb állítás, mert természetesen a kép elég összetett, ugye LKD-nak rövidítjük ezeket az egyéni kormányzati döntésen alapuló támogatásokat. Ez a magyar gazdaság egyik fő működési pillérje, hogy ide hívjuk a dél-koreai gumigyárat, akkumulátorgyárat, a német autóipari beszállítót, ők hoznak tőkét, technológiát, egy csomó embert jó pénzért alkalmaznak, ez termeli a magyar GDP-t, hogy ami itt a felvetés, hogy itt mondjuk 3-5 millió forintért megtámogatunk egy munkahelyet, ezzel egy valami nem épül, ugye az a magyar, jó esetben azért ezek persze integrálódnak a magyar gazdaságban, vannak beszállítóik is, dolgoznak náluk, nem tudom, őrzővédők, meg takarítók, meg sokféle ember munkát kap egy ilyennél. De ami ugye itt a probléma, hogy nem épül fel egy olyan hát exportképes, vagy valahogyan az európai gazdaságba integrált magyar tulajdonú, magyar vállalat csomag, mert bizonyos szempontból ki is szorítja ez a jobb munkáltató, illetve ugye, amire itt az általános felolvasott szöveg is utalt, hogy leginkább azzal segíti a magyarok életét egy ilyen cég, hogy jó bért fizet, de ugye a megtermelt nyereségét kiviszi, nem a magyar bankrendszerből finanszírozza magát, hanem az anyavállalattól, tehát kevésbé szerves része egy működő gazdaság. Az a problémám, hogyha ezt a nemzeti alaptantervhez hasonlítom a szónak abban az értelmében, hogy mi alapján tanítsuk gyermekeinket különböző oktatási intézményekben, akkor ezek nem igazán nemzeti alaptanterv jellegűek, hiszen bizonyos dolgokat tanítanak, bizonyos dolgokat nem, a struktúra bizonyos részét érintik, a másik részét pedig nem. Akkor pedig az emberben felvetődik az a kérdés, hogy amit nem érint, azzal mi lesz. Mert ugye van egyfajta csodavár, és nem tudom elfelejteni Gergely Zsófia beszélgetését, amit hajnalban hallgattam a Filipovval, amely abban a rácsodálkozással volt, amin én már túl vagyok, de ami nagyjából arról szólt, hogy akkor ez majd hogyan lesz, és akkor a Filipov erre próbált valamit válaszolni, de valójában abban is megfogalmazódott, sosem másodszor mondom, hogy egy sokkal fiatalabb embertől, hogy milyen az a helyzet, amikor az ember állandóan reformokban gondolkodik, és miközben állandó reform van, soha nem jön létre egy olyan kegyelmi pillanat, amikor átmenetleg azt lehet mondani, hogy nincs reformra szükségben, minden jól megy, márpedig, hogyha permanens reform van, az valamit, vagy permanensen reformáló jelentős mozdulatok és mozgalmak vannak, akkor ott valami nem stimmel, vagy az elmélet, vagy a gyakorlat szintjén, jobb, ha az elmélet szintjén, rosszabb, ha a gyakorlat szintjén. De lehet, hogy valamit rosszul látok.
Hát nekem erre két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy ugye semmi sem állandó, csak a változás, tehát nem hiszem azt, hogy egy ennyire gyorsan változó technológiai, meg nemzetközi környezetben ugye van olyan, hogy akkor kész vagyunk, és hosszabb távon átradőhetünk, tehát biztos, hogy szakpolitikákat kell kialakítani a legjobban működő államoknak is, nyilván miért eléggé távol vagyunk, és ugye ez az alapvető kérdés, hogy egyes részelemeket vagy intézkedéscsomagokat érdemes-e megtárgyalni akkor, amikor mondjuk nem látsz belőle egy koherens egészet. Én ezt kicsit úgy érzem, hogy ha nagyon ráférne a lakásra egy nagy generál, egy totális felújítás, akkor az jó, ha megtörténik, de hogyha csak nem tudom, a padlót cseréljük ki, vagy a fűtésport szerűsítjük, azért annak is lehet értelme. Tehát nyilván sokkal jobb lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy egy minden részletre kiterjedő intézkedés csomaggal megtaláljuk a legjobb állam, valószínűleg ugye nincs is ilyen, mert ez tényleg egy nagyon komplex rendszer paramétereit. De hogyha vannak olyan izolált dolgok, amikkel el lehet gondolkodni azon, hogy kell-e ilyen szempontból támogatni a külföldiek által teremtett munkahelyet, és egy csomó olyan javaslat van, készpénzt támogassuk, vagy inkább a digitális fizetéseket, kell-e a magyar gazdaságba ennyire egy opciós szerződést. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen... Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye ez a mostani helyzet, ez kifejezetten kedvez a digitalizációnak, és az utánad levő riportalanyommal pedig arról fogok beszélgetni, hogy a digitalizáció egyébként milyen szorongást okoz, egész egyszerűen abból adódóan, mert hogy kivonja az embert abból a természetes teréből, amiben korábban létezett. Semmi sincsen következmények nélkül. Igen, pont azért, ennek egyáltalán vagyok szakértője, csak azért merek válaszolni egy picit erre is. De mondom, rövidesen lesz itt egy szakértő Demetrovics Zsolt személyében. Jó, tényleg nem veszem el a kenyerét, csak pont egy ilyen előadást hallottam a múlt héten, és nagyon érdekes volt, hogy nagyon oxfordi kutatókat, maga is egy oxfordi egyetemi tanár volt az előadó, és nagyon érdekeseket mondott arról, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát például idősebb embereknél egy nagyobb képernyőidő, egy több közösségi oldal használat bizonyos szempontból javítja a társadalmi bekötöttséget. Nyilván, hogyha az alvás, a mozgás rovására egy fiatalnál, a társas valódi együttlét rovására megy, akkor káros. De azért azt mondta, hogy egyáltalán nincs egy ilyen általánosan kijelenthető fogalom, hogy ez mindenképpen elidegenít, hanem van, aki videót csetel a közösségi hálón, van, aki ugye megosztartalmakat arra utána vitát indít, tehát van egy csomó hasznos tevékenység, és van persze az, aki 6 órát bambul, és valóban hát kivonul a társadalomból. Mindegy, ez most csak előjutott eszembe, mert pont hallottam erről egy előadást. Van még 2-3 percünk? Abszolút részemről. Azt kérdezem tőled a beszélgetésünk második felében, hogy azt ki lehet mutatni, azt lehet objektíven szemléltetni, hogy milyen károkat okoz, milyen hatással van a világgazdaságra a COVID-járvány, mert hogy ugye egészen elképesztő az, hogy dolgokat mennyire egyszerű és könnyű bizonyos szempontból szemléltetni. Ugye itt van ez a Suezi csatornán keresztbe fordult hajó, és ennek kapcsán a legkülönbözőbb gazdasági számításokat lehet olvasni a tekintetben, hogy éppen milyen iparágat érint, amiatt, mert hogy emiatt a hajó miatt elakad a forgalom, és nem jut nyersanyaghoz az ipar, és hogy ez milyen elképesztő károkat és hiányt fog teremteni rövidesen a világban, pedig csak egy hajó fordult keresztül. A maga nemében a pandémia is keresztbe áll itt most a hétköznapi életünknek. Lehet-e azt szemléltetni, mondjuk maradjunk Magyarországnál, de gazdasági elemzők közül számosan vannak olyanok, akik nem szeretik, hogyha az ember lokális, mert hogy az nem mutatja a teljes folyamatot. Tehát, hogy valójában mennyire egy keresztbe fordult hajó a mi életünkben, a mi szuezi csatornás életünkben ez a pandémia, illetőleg, hogyha ezt a hajót ki lehet mozdítani a helyzetéből és tovább megy, akkor vajon ahogy helyreáll a világgazdaság, ennek megfelelően helyreáll-e majd a pandémia után a világ, ha rossz a hasonlat, elnézést kérek érte. Nagyon izgalmas szerintem a helyzet,
a hajóról csak egy fél mondat, hogy nagyon érdekes, hogy tényleg a világnyersanyag ellátásában van három szoros, ugye a Suezi, a Hormuzi, meg a Malakka, ami olyan hihetetlen mennyiségű tankerhajó forgalommal bír, hogy valóban nagyon látványosan egy adott szakasznak, akár mondjuk egy katonai vagy politikai lezárásra megbolygatja a nyersanyag ellátást, ugye elsősorban ezeket a nagy tankereket. A pandémia az ugye szerintem egy azért nagyon nehéz egyelőre pontosat mondani róla, mert még itt van, nem tudjuk mikor lesz vége, és nem tudjuk hogyan lesz vége. Az biztos, hogy a világgazdaságot nagyon nagy mértékben befolyásolta, és szerintem a fő kérdés az, hogy ez a befolyásolás ez egy olyan kilengés volt, vagy egy olyan színusz hullám, hogy most volt egy pár vagy egy nagyon rossz évünk, amit utána bepótolunk és visszatérünk ugyanarra a fogyasztási szintre. Ugye fenntarthatóság szempontjából ez nem lenne egy túlzottan jó forgatókönyv, de a gazdaság ismert mutatói, GDP növekedés ilyen szempontból ugye ez lenne a növekedés orientáltabb, vagy a legjobb forgatókönyv, de azt gondolom, hogy ahol a legnagyobb visszaesést láttuk, mindenki tudja ezeket, ugye a rendezvények, a tömegtalálkozók. Álljunk meg egy pillanatra, mert ugye én, aki tulajdonképpen csak azért dolgozom, hogy megértsem a világot, mert semmi más vágyam nincs, és aztán úgy fogok meghalni, hogy nem értettem meg a világot. De ne felejtsd el, hogy tavaly ilyenkor életemben először azt éltem meg, hogy átmenetileg leállították a világot, vagy a világnak egy részét. Tehát nem arról volt szó, amiről te most elkezdtél beszélni, hogy vendéglátóipar, turizmus, szolgáltatások, autógyártás, semmi. És kiderült, vagy nem derült ki, de hát épp ezért beszélgetek veled, mert ez ügyben sokkal okosabb vagy, és majd biztos utána én is valamit okosodom. Rájöttek arra, ha rájöttek, fogalmam sincs, mire jöttek rá, lehet, hogy semmire, hogy ezt nem lehet megismételni, holott a tudósok azt mondták, megállni, leállni karantén, amit betartottak, majd valahogy hirtelen, vagy nem annyira hirtelen, de nem olyan nagyon lassan, azt mondták, ez nem életszerű, az emberek ezt rosszul tűrik, kinyitották, növekedett a betegség terjeszkedése, többen haltak meg, de soha többet nem tértek vissza oda, mint amikor leállították, és nem jött víz a vízcsapból. Valójában annak a rövid periódusnak volt van tanulsága, vagy megfogalmazható másféleképpen, mint amit mondtam, és utána akkor beszélhetünk az idegenforgalomról? Én azt hiszem, hogy a tavalyi második negyedévnél, amikor ugye azzal szembesült a világ, hogy bőven két számjegyű, nem tudom, 15-20 van, ahol 30%-os visszaesést okozott a teljes lezárás, amikor mindenki bebubózott, nem jártok munkahelyekre, nem mentek az autógyárak, minden, tényleg minden szektor megérezte ezt a dolgot. Jó, de ezt előtte sejthették, hogy ezzel fog együtt járni? Talán azért még így is sokkuló volt, és akkor mindenképpen ugye ez én szerintem két fontos hatás. Jó, de akkor azt áruld el nekem, miért hozták ezt a döntést, hiszen valamiért mégiscsak hozták. Valószínűleg akkor azt gondolták, hogy ez egy jó ötlet. Igen, azt gondoltuk, hogy egy ilyen nagyon hatékony, nagyon gyors, nagyon drasztikus intézkedés kell. Ez a jó politika, különben nem vigyázunk eléggé az ember életekre. Aztán mi a júniusban meg azt tapasztaltuk, hogy naponta három új fertőzött, mindenki teljes begubózásban, nincs iskola, nincs munká, és akkor mindenki széttárta a kezét, és elkezdte azért hibáztatni a politikusokat, hogy hát ezért a három fertőzöttél, ami öt megyével arrébb van, tehát ugye akkor valóban egy... De most, amikor más a helyzet, most már nincs arról szó, hogy megállítunk bármit is, és közben meg az úgy beszélnek lazításról, hogy közben a számok vagy stagnálnak, vagy emelkednek, de minden esetre azt nem lehet mondani, hogy a megálláshoz fűzött reményeket már mind beváltotta mindaz, amiért ezeket az intézkedéseket meghozták. Van egy ilyen húzd meg, erezd meg, amiben az ember csak azt látja, hogy csak az ökör következetes, mert valójában kicsit olyan, mintha a feszültségeket néznék egy nem létező pótméteren, és amikor az a piros határához ér, akkor engednek, amikor bemegy a zöldbe, akkor pedig tiltanak, és ez mérsékelten van összefüggésben egyébként azzal, amit racionálisan kéne megtenni, de a politika nem másra figyel, mint a saját maga fennmaradására és a hatalom megtartásának a fantasztikus mi voltára, amivel nem vagyok tisztában, mert sose voltam politikus.
Az biztos, hogy a Covid intézkedések között következetlenséget mindig könnyű találni. Nekem talán a legerősebb azért az volt, amikor mondjuk most arról beszélünk, hogy 10 négyzetméterenként egy ember tartózkodhat egy boltba, ahol ugye magukra vigyázni tudó maszkos felnőtt emberek, nem tudom, 5-10 percet eltöltenek, de közben arról beszélünk, hogy hát jó lenne már az 50 négyzetméteres tantermekbe visszaengedni a 6-7 órára 25 gyereket a tanárral, és vihetik haza a családnak. Tehát én ez az iskola és versus egyéb területek, én ezt értem az egyik legkülönösebb ilyen szabályozásnak, illetve nagyon sok helyig az iskolák nyitvatartását éreztem egy ilyen, hát a családokat leginkább megfertőző ellennek. De visszatérve a gazdaságra, tehát valóban az nagyon jól látszik, hogy ebben egyszerűen egy konszenzus alakult ki, hogy a gyárakat nem kell bezárni, oldják meg, fertőtlenítsenek, maszkoljanak, működjön minden ellen, és ezért nagyon fontos volt, teszem hozzá, hogy az autógyárak nem működnek, de hogyha karantént elviselhetővé tevő dolgok, tehát az, hogy van vízünk, áramunk, gáz, meleg van, tudjuk nézni a tévéadást, van internet, tudunk telefonálni, tehát ezeket a kritikus infrastruktúrákat elvártuk, hogy működtessék, most már kiszélesítették a gazdasági vezetők azt a területet, tehát azt mondjuk, hogy a termelés is ilyen, ugye a mezőgazdasági termelés sem került veszélybe egyáltalán ebben az időszakban. Tehát akármennyire is nagyon részterületnek tűnik ez, amit előbb említettem, az idegenforgalom, az utazás, a társas események, azért valójában eléggé a szolgáltatásokra szűkül most az, ahol a gazdaság veszteséget szenved el. Ugye nem költ annyit az ember, nem tud annyit költeni, nem tudja igénybe venni a megszokott színház, mozi, kocsma, étterem, ilyen jellegű utazás, ilyen jellegű hobbiait, de ettől függetlenül ugye most már a gazdaság, hát szinte azt lehet mondani, hogy egy normál üzemmódban ketyeg, nem, mert ugye ez az 5-10%, amit ezek jelentenek, amiket felsoroltunk, ez nagyon hiányzik, aki ebben a szektorban dolgozik, annak összeomlott a jövőképe, az állása. És hát a jövő az meg szerintem leginkább azon múlik, hogy mi lesz, mert ugye nem vagyunk túl rajta, nem tudjuk milyen mutáns, meddig az védettséget az oltás, tehát hogyha továbbra is nagyon óvatosak maradunk a találkozásainkban, ha továbbra sem lesz Sziget Fesztivál, és nem jön 50 ezer fiatal Budapestre, ez azért mindenképpen átformálja, ezek nyilván kiragadott példák egy város vagy egy ország gazdálkodását és életét, és azért ebben még nagyon sok mindent nem tudunk. Az egyik, ami nagyon nagy kérdés szerintem az, hogy mennyire lesz ilyen ellátási lánc rövidülés, tehát mennyire jön vissza Európába, vagy konkrétan erről Magyarországra. Erről beszélt hónapokkal ezelőtt a Duronelli. Igen. Nem hallottam, de minden esetre tehát ez egy olyan kérdés, ami egyelőre inkább úgy néz ki, hogy ez nem lesz annyira erős, tehát működnek a nemzetközi kereskedelmi vonalak, tehát nem fog azonnal visszajönni minden beszállító mondjuk Kínából Európába, ez mindenképpen ilyen fontos, de a legfontosabb szerintem a magatartásunk, tehát hogy például az energiafogyasztás hova áll vissza, mennyire lehet egy új, egy zöldebb, egy megújulóbb irányba újra rendezni a struktúrákat, mert hát a legszomorúbb üzenete szinte ennek az egész Covid-nak, hogy mindenki otthon gubbasztott, de még így is csak annyival csökkent a mondjuk a benzinfogyasztás, amit évente meg kéne csinálnunk, akkor is, hogyha már lesz több mozgás, meg társas érintkezés. Tehát valójában azért sok mindenre rávilágított ez az időszak. Borzalmas volt, meg nyilván nem csak a rideg gazdasági számokban, de a ölelések hiányában, meg rengeteg mindenben meg lehet fogni azt, hogy mennyire más lesz az életünk. De szerintem még nem tudjuk, hogy mikor és milyen lesz a visszatérés. A hazai infláció alakulásának van-e bármi köze a pandémiához, és hogyha igen, van-e jelentősége? Abszolút van, mert ugye ha elindul egy érdemi visszarendezés, egy lefagyás után, tehát mondjuk a pandémia után mindenki az addig elhalasztott vásárlásait bepótolja, nem akart elmenni a boltba, de most elmegy a boltba, nem akart ingatlant nézni, de az ingatlan konkrétan így van az inflációs kosárban, úgyhogy nem jó példa, de ez mindesetre, hogyha rászabadulunk a gazdaságra, ha lesz egy nagyon gyors fellendülés, az egyértelműen hat az inflációra. Nagyon-nagyon régóta azt várja az egész világ, csak valahogy csak nem akar nőni az infláció, hogy részben a egyre gazdagabb ázsiaiak, például az ázsiai devizák
felértékelődése miatt. Tehát nagyon erős inflációs nyomásnak kellene lenni, de valami miatt az elmúlt évtizedről évtizedes, vagy szinte évről évre az átlagos globális infláció folyamatosan csökken, annyira gyors a technológiai fejlődés, ami kifejezetten az infláció ellen hat, bizonyos szempontból a fejlettel. Igen, de most a második negyed évre mégis nem tartja kizártnak az MNB, hogy akár 5%-os infláció legyen, ez átmenetleg azért ellentmond annak, amit te mondasz. Igen, igen, átmenetileg igen, ennek ugye az egyik a pont a gazdasági növekedés, a másik az, hogy a globális felívelés miatt az olajár, tehát ugye nagyon fontos inflációs elem a nyersanyagár, elsősorban az olaj, az most emelkedett, tehát amikor a teljes lefagyásból eljutottunk egy normális vagy az átlagos feletti olajárhoz, ennek persze pontosan az az oka, hogy elkezdtek menni a tankerhajók, nagyobb a kereskedelem, sőt kifejezetten konténer hiány van, tehát Ázsia szinte újraindult, Európa még nem, de ahogy Ázsia újraindult, hát sokkal intenzívebb lett az igény a logisztikára, vagy a szállítmányozásra. Ez például egy nagyon fontos elem a magyar inflációban is, ez az olajáremelkedés. Hát sok egyéb, például az alacsony bázis is benne van, mert tavaly ebben az időszakban nagyon nem tudott senki árat emelni, mert nem volt ember, aki boltba ment volna, és a tavaly második negyedéves lefagyás, az idén a második negyed évben egy kiugrást fog eredményezni. Tehát van egy ilyen inflációs helyzet most, de azért, és Magyarország hozzá kell tenni, hogy a fejlett országok között az egyik legmagasabb inflációval rendelkezik, mert ez a 3-3,5, ami most nálunk a természetes szint, az sokkal magasabb, mint egy Európai Uniós átlag, vagy egy amerikai. Japán, az USA, az Európai Unió azzal küzd, hogy valahogy csiholjon egy 1,5-2% inflációt, ami kívánatos lenne, de csak nem akarnak az árak emelkedni, úgyhogy hát én szerintem mindenképpen ez inflációs emelkedés, de még bőven egy ilyen tolerancia szinten belül, tehát az államok még egy kicsit nagyobb inflációval is boldogok lennének. Fura ezt így mondani, mert azért volt a történelemben sokszor, amikor az infláció elleni küzdelem volt a legfontosabb, most már nagyon régóta a fejlett világ az inflációért küzd, és nem ellene. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm szépen. Szia. Önök Brückner.